Sziasztok! Én nektek ma a trombitát fogom bemutatni. A trombita a legkisebb és a legmagasabb hangfekvésű részfúvós hangszer, tehát a részfúvósok családjába tartozik. Magasabban szól, mint a kürt, a harsona és a tuba. A trombita ősei már több mint 1000 éve használatban voltak. Ez a hangszer, amit most itt láttok, ezekkel a dugattyúkkal ellátott trombita, 200 éve körülbelül létezik. Azóta tudjuk elérni az összes hangot a trombitán, ugyanis régen ez csak egy hajlított csőből állt, minden hangot nem lehetett rajta eljátszani, viszont amióta ezek a dugattyúk rajta vannak, és ezeket a kicsi kis csöveket itt megnyitják, annyival megnyújtják a trombitát, ami amúgy, hogyha ki van hajtva, akkor pontosan 140 cm, hogyha egyenesre kihajtogatnánk ezt a hangszert. Egy picit a megszólaltatásáról is mesélnék nektek. Ugye rész fúvós hangszer, tehát fújjuk, levegővel szólaltatjuk meg. De nem elég nekünk a levegő, ugyanis a levegőtől a trombita nem fog magától megszólalni. Ajakrezgést kell képezni a szánkor, úgyhogy megfeszítjük egy kicsit az izomzatot. És az a megfeszített izomzaton átprésett levegő egy rezgő hangot ad, amit először is a fúvóka, amit így kivehetünk a trombitából. Ez egy tölcsér, amit ez a fúvóka aztán felerősít, a trombita pedig a tölcsére által csengővé tesz. Fontos nagyon, hogy pár év után már fúvószenekarban is beszállhatnak a gyerekek egy pár év tanulás után, és nagyon fontos hozzátennem, hogy ez egy nem túl drága hangszer, az olcsóbbak közé tartozik, úgyhogy ha valaki saját magának venne, akkor a kezdő modellek viszonylag olcsón elérhetők, de a zeneiskola is tud biztosítani hangszert a számotokra, hogyha a trombitát válasszátok. A hangfelvételen pedig egy első osztályos növendékem játékát fogjátok hallani. Sziasztok! A mély részfúvós hangszerek közül elsőként a vadászkürtöt fogom nektek bemutatni. Ez egy nagyon sok oldalú hangszer. Felső regiszterekben és alsó szinteken is nagyon szépen szól. Nagyon-nagyon össze van tekergetve a csöve neki, ha jól megnézitek, akkor ezt, hogyha kinyújtanánk és egyenesbe állítanánk, ez 6-6,5 méter hosszú lenne. Ennél fogva nagyon-nagyon sok levegővel dolgozunk vele, illetve a szánk az ajkunk összepréselésével szólaltatjuk meg az úgynevezett ajakrezgést, ami körülbelül így szólal meg. Ez az alapja mindennek. A fúvós hangszerekhez hozzáilleszkedik egy fúvóka, amit szintén megmutatok nektek. Egy kicsit másféle formája van, mint a trombitának. Ezt is megszólaltatom. Ez rendkívül sokoldalú hangszer, nagyon sokféle zenekarban használják, akár szimfonikus zenekarokban, akár fúvós ötösökben, vagy éppen fúvós zenekarokban. Úgyhogy nagyon sok helyen találkozhatok velük, akár a klasszikus zenében, akár a musicalekben, kicsit könnyedebb hangvételű nótákban is előfordul. A vadászkürt csodaszép hangját két zeneiskolás növendékemtől hallhatjátok most.
mérészfúvós hangszerek közül most a tenorkürtöt fogjuk bemutatni Víg Sándor tanár úr segítségével. Ez egy kicsit mélyebb tónus a hangszer, mint a kürt, egy kicsit nagyobb fúvókával is rendelkezik. Amit, hogyha megszólaltatunk, akkor körülbelül ugyanolyan hangot lehet belőle csikarni, mint a kürtből. Három darab bentéje van, ennek segítségével szólalnak meg a különböző hangok, és a fúvó zenekaroknak az egyik tartozéka, illetve tagja. Egy harmadikos növendékünk fogja megszólaltatni ennek csodálatos hangját. További mélyrészfúvós hangszerek közül egy különleges hangszert fogunk most bemutatni, ez pedig a harsona. Több szempontból is különleges ez a hangszer, hiszen nincsenek rajta billentyűk, hanem a toloka segítségével szólalnak meg a különböző hangok. Ez még mélyebb tónusú hangszer, mint a tenorkürt, és a fúvószenekaroknak állandó tagja. Általában részből van, a könnyebb megszólaltatás miatt mi sokszor műanyag hangszerekkel is dolgozunk itt a zeneiskolában. Hangszer a tuba, amelynek mély búgó hangját nagyon sok helyen lehet hallani. Fúvószenekarokban, szimfonikus zenekarokban is előfordul, nagy fúvókával rendelkezik, rengeteg levegővel szólaltatjuk meg. Engedjétek meg, hogy bemutatjuk ennek mély búgó hangját egy ötödikes növendékünk segítségével. Thank you.